Bakay Nagy Zitával, Új Buda alpolgármesterével a kerületet érintő zöld koncepcióról beszélünk. Azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon fontos kérdés a déli körvasút kérdése, ami érinti ugye a zöld koncepciót is. Ez egy olyan projekt, amit többek között más projektek mellett megörökölt az önkormányzat. Úgyhogy a 2020 nagy része az elemzésekkel, szakmai vitákkal, civil egyeztetésekkel ment el, és mostanra talán eljutottunk odáig, hogy komoly eredmények születtek. Mik ezek? Igen, ugye a 2020 igazából még azt is hozzáteszem, hogy kármentéssel telt el, még pluszba amellett, hogy a járvány elleni védekezésben nekünk nagyon aktívan részt kellett venni, de ezekben a projektekben egyébként nagyon sok projektünk van, nekünk a kármentés kellett, az újbudaiak érdekeit kellett érvényesítenünk, ami eddig sajnos nem, előtte nem történt meg, akár településrendezési szerződéseket kötöttünk éppen azért, hogy a beruházók minél több infrastruktúrát, minél jobban járuljanak hozzá a kerületünk életéhez, és ugyanígy van a déli körvasút sor beruházás kapcsán is. Itt azért meg kell azt említenem, hogy ugye itt azt tudják mondani, hogy milyen változások történtek, hiszen milyen eredményeket tudtunk elérni. Ugye arról kell beszélnünk, hogy maga a beruházás, az kiemelt kormányzati beruházás. Itt az önkormányzatnak szinte semmi mozgástere nincsen, és ez a beruházás egyébként megkapta az építési avasút, az építési engedélyt is. Tehát ez egy lezárult szakasz. Nekünk azt kellett figyelembe venni, hogy az újbudaiak érdekeit, az, hogy az építés során az utána kialakult tereket hogyan alakítják ki. Nekünk az a fontos, hogy megvédjük az újbudaiak érdekeit, ha már a beruházás itt van, és nekünk ezt tudomásul kell venni. Nagyon fontos, hogy ugye itt az FKT, tehát a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2020. februárjában tárgyalt erről a projektről, megnézte, hogy milyen lesz az a beruházás, és ott előírták, hogy a Hamzsabégi Park például ténylegesen közparkká váljon, tehát ott figyeljenek a lakosság igényeire, és maximálisan kikérjék az ő véleményüket. Ugyanez fontos, hogy a zajterhelés mindenképpen csökkenjen. Most azért, hogyha valaki éjszaka, vagy akár ugye nappal, de ott azért a nappali zajok jobban elnyomják, de éjszaka arra megy, hallja, hogy milyen a vonatközlekedés, milyen zajt okoz. És azt szeretnénk, hogyha minél jobban csökkenjen, és egyébként ez a műszaki előírás is, hogy a beruházás után a zajterhelés csökkenni fog. Így indultunk neki, és ezáltal sikerült elérnünk, hogy a környezetrendezés, tehát egészen a Kelenföldi pályaudvartól a Dunáig újrainduljon ennek a tervezése, és az önkormányzat aktívan bele tudjon szállni. Úgyhogy ezt teljes mértékben újrakezdtük a tárgyalásokat, és ugye nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy mind a vasútépítés, mind ez a környezetrendezés befejezése egy időben kell, hogy történjen. Tehát nem az van, hogy először megépítik a vasútat, a harmadik vágányt, és utána majd valamikor a környezetrendezés megtörténik, hanem egyszerre egy időben kell ezt megcsinálni, és így akkor így a lakosság is érzi, hogy nem csak a rossz az építkezés, hanem egyébként a javulás is észrevehető lesz. Nagyon fontos, hogy elértük azt, hogy tárgyaló partnernek tekint bennünket a BFK is és a NIF is. Nekünk javaslattételi jogunk van, véleményezési jogunk van, és közösen alakítjuk ki a környezetrendezéssel a terveket. Azért is hangsúlyosan akarom ezt mondani, mert azért ez egyedi. Tehát én nem nagyon láttam ilyet, hogy ennyire befogadják az önkormányzatnak, és ennyire figyelembe veszik az önkormányzat ellenzéki önkormányzatnak a véleményét. Ugye mi egyébként a kormányhoz képest ellenzékben vagyunk, de ez nekünk azért nagyon fontos, hogy Újbuda lakosságának az érdekeit, ugyanúgy a Fideszre szavazók érdekeit, mint egyébként az ellenzéki összefogásra szavazók érdekeit is tudjuk képviselni. És ezért tárgyaló partnerként tekintenek ránk ebből a szempontból is.
Nagyon fontos, és szerettük volna azt elérni, hogy a bevonás mellett az, hogy javaslattételi jogunk legyen, minden papírt ismerjünk meg. Megismerjük a kiviteli terveket, az ütemezést, azokat az organizációt, hogy hogy akarják megvalósítani a projekteket. Mi is tudjunk tervezni. Éppen az a többi beruházás kapcsán is, ami majd elindul a kerületben, ami általában mind kiemelt kormányzati beruházás, hogy össze tudjuk hangolni, mi is tudjuk, hogy mire számíthatunk, ez nagyon fontos számunkra. Létrehozzák egyébként a projekt tanácsadó bizottságot, ahol az önkormányzatunk egy szavazati joggal rendelkezik majd. Ez is fontos, hiszen azért szavazati joggal tudjunk rendelkezni, igaz, csak egy szavazat, de akkor is egyébként jegyzőkönyvben meg tud jelenni, hogy mi mit támogatunk és mit ellenzünk ebben a projektben. A NIF ezen kívül vállalta, hogy létrehoz egy látogatóközpontot, ami egyébként a lakosság tájékoztatása, a projekt bemutatása lesz ott, és egyébként fogadják a lakossági panaszokat, átveszik, és utána vállalják, hogy ki is vizsgálják a lakossági panaszokat. Fontos itt a közvetlen kapcsolattartás, fontos az, hogy a NIF is érezze, hogyha valami probléma van, akkor ő nekik közvetlenül lehet jelezni, és hogy foglalkozzanak vele. Ők ezt ugye vállalják mindenképpen. Nagyon lényeges az, hogy itt elindítottunk egy közösségi tervezést. Ragaszkodtunk hozzá, hogy mindenképpen a közösség azokat, akiket érint ez a projekt, elmondhassa a véleményét. Egészen, ahogy mondtam, a Kelenföldtől egészen a Dunáig, abban a sávban a vasút mellett élőket az érinti ez a projekt. És itt különböző variánsokat állítottunk fel, különböző kérdésekre kérdeztünk rá mi is, hiszen minket is érdekel a lakosság véleménye, hogy ők mit szeretnének. Például csak említem azt, hogy például a Hamzsabégi sétánynál a vasúti töltésnek az átvágása, új gyalogos és kerékpáros átjáró kialakítása mennyire fontos nekik, mennyire szükséges, hogy ezt, mennyire szeretnék ezt például, mert különböző vélemények jutottak el hozzánk, valaki szeretné, valaki nem szeretné. Ugye ez is egy fontos. Fontos az, hogy a Nádorkert megálló, az újonnan épülő Nádorkert megállónál ott is lesz egy ilyen vasúti töltésnél egy várakozó, egy ilyen átvágás, egy nagyobb részben. Ott mindenképpen kell BKK jegyautomata, MÁV automata, lesz ott kerékpártároló. Tehát ezekre mind-mind oda kell, hogy figyeljenek, és ezeket megépítsék. Úgyhogy ez is lényeges, ennek az elemzése most zajlik, tehát a végleges eredményeket még nem küldték meg nekünk a NIF-esek, de hamarosan ez is megérkezik hozzánk, és miután a tervezés elkezdődik, akkor ezeket is biztosan ragaszkodni fogunk hozzá, hogy ezek beépülhessenek. Ezzel a beruházással nagy volumenű zöld területfejlesztés is lesz. Erről már lehet konkrét részleteket tudni? Az mindenképpen fontos és elvárás volt egyébként a főváros részéről is, és a mi részünkről is, hogy a zöld felületeinket tudjuk növelni. A beruházó azt vállalta, hogy egy kerékpáros, gyalogos zöld folyosót fog létrehozni, egészen a kelenföldi résztől a töltés mellett kialakítva a Dunáig, átalakítva a forgalmi csomópontokat, úgy, hogy a kerékpárosok biztonsággal átmehessenek ezeken a forgalmi csomópontokon. Ugyanúgy a Bartók tétényi fehérvári kereszteződésénél és kereszteződéseknél is átalakítják, hogy pontosan, biztonságosan közlekedhessenek a gyalogosok és a kerékpárosok is. Ugye a Hamzsabégi sétánynál ott az, ami jelentősebb faállományt érint, ahol ez a beruházás. Jó, nagyon fontos, hogy mi ragaszkodunk, és egyébként a beruházó ezt pedig vállalta, hogy egyenként felmérjük a faállományt szakértővel újból, és megbeszéljük, hogy mit lehet tenni. Vállalták azt is, hogy esetlegesen bekalodázzák körbe a fákat, és így akkor a munkagépek nem tudnak neki menni, és megmaradhat a helyén. Vagy pedig megnézik, hogy átültethető egy másik helyszínre a fa, hogy megmentsük a fát, és erre is a szakértő fog nekünk véleményt mondani.
Ugye nagyon fontos az is, hogy amitől féltek, ugye a deponálási terület is lehetséges lett volna a sétány területén, de egyébként a kivitelezésnél elvárás lesz, hogy ott nem deponálhat. Tehát tilos deponálni a Hamzsa-Bégi sétány területén, máshogy kell megoldani a beruházónak. Sajnos a felvonulási területben és az építkezési területben lesznek fakivágások, tehát ezt sem szeretném elhallgatni, hogy minden fa megmarad, de a minimális fát szeretnénk kivágni, és a többit pedig megmenteni, és ugyanúgy persze lesznek újra telepítések is. Meg fogjuk nézni, hogy a Hamzsa-Bégi sétánynál hol vannak olyan fahelyek, ahova még lehet telepíteni, és az is biztos, hogy utána a két irányba, a Duna felé is, és a másik irányba, a Kelenföld felé is, pedig fásítás fog történni, hiszen a zöld folyosót valahogy létre kell hozni, és ott a fákat fognak telepíteni. Tehát ez egy nagyon fontos zöld része ennek a projektnek. És az is nagyon fontos egyébként, ugye, hogy elmondjam a beruházás kapcsán a szállító útvonalak felmérése. Mennyire fontos nekünk, és ahhoz is ragaszkodtunk, hogy az eredeti állapot helyreállítása is megtörténjen, de nem csak úgy, hogy ők azt mondják, hogy ilyen volt az útállapota, mi pedig azt mondjuk, hogy de más volt az útállapota, hanem előtte is, és utána is videófelvétellel, jegyzőkönyvvel bizonyítható, hogy milyen volt, mikor mielőtt nekikezdtek a beruházásnak, és milyen lett. Nekik ezeket az állapot, a eredeti állapotot helyre kell majd állítaniuk, és így nem lesz vita. Ugye a másik ilyen kérése volt a lakosságnak, amit fontos, a épületek állapot felmérése. Előzetesen azért látszott a tanulmányból is itt a közmeghallgatásnál is, hogy kimaradtak épületek egyébként, amit előzetesen nem mértek fel. Mi ezt ragaszkodtunk, és vállalta a beruházó, hogy az építkezés megkezdése előtt állapotfelmérés lesz, és utána is. És így jegyzőkönyvben fogjuk tudni rögzíteni, hogy milyen helyreállítási munkákat és milyen időben kell vállalnia. Tehát ez is fontos, hiszen a károkozást meg kell téríteni a beruházónak. Ebben nincs vita, és ezt ők el is ismerték, és vállalták is. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy ablakcserét is vállalt a beruházó. Tehát, hogyha felmérjük a beruházás közvetlen környezetében lévő épületeket, ott majd látszani is fog, hogy hol szükséges kicserélni az ablakokat, hol lehetséges, és amennyiben ezt az ingatlan tulajdonos jelzi és vállalja, akkor ott a beruházó ki fogja cserélni az ablakokat modern, korszerű műanyag ablakokra. Mi nagyon szeretnénk azt érezni, hogy egy építkezésnél a beruházó nem csak a saját érdekeit nézi, hanem megfelelő építési kultúrát és tisztaságot is hagy maga után, úgyhogy ahogy halad előre a projekt, azt érezzük, hogy egyik helyen én látom, hogy van, ahol eldobálják a szemetet, hagyják, hogy széjjel fújja a szemetet a szél, ezt mi nem szeretnénk. Tehát mi ragaszkodunk ahhoz, hogy tisztaság legyen, vagy hogyha pedig megtörténik ilyen, akkor takarítsanak föl maguk után, és ezt a nyugati építési kultúrát szeretnénk megvalósítani itthon is. Erre most hajlik a beruházó. Meglátjuk, mi szeretnénk ezt ellenőrizni és felhívni rá a figyelmét, hogyha esetlegesen ez nem történik meg. Nagyon fontos arról beszélnünk, hogy ugye az építkezés során, és az elején is elmondtam, az a cél, hogy a rezgésterhelést és a zajterhelést csökkentsük. Ez a műszaki tartalomban le van írva, amit most már elfogadott, és amire megkapta az építési engedélyt a beruházás, de ezt ellenőrizni is kell, hogy vajon tényleg sikerült-e. Ezért vállalták azt, hogy a műszaki átadást követően 3 évig, 4 évente zaj- és rezgésmérést fognak végezni, és összehasonlítjuk azokkal a referencia értékekkel, amit vállaltak a tervezés során, hogy igaz-e vagy sem. Viszont, hogyha nem igaz, tehát nem sikerült teljesítenie, akkor viszont neki meg kell valósítani a vállalását, tehát ezzel szembesíteni fogjuk, és mindenképpen neki meg kell oldania, hogy amit vállalt, az valóban megtörténjen. És ugye egy olyan nagyon fontos van, hogy ez a projekt miért jó nekünk. A projekt végén azt szeretnénk, hogy minél többen szálljanak föl a vonatra, elővárosi közlekedésben, közösségi közlekedésben úgy közelítsék meg a Budapestet, az általuk elérni kívánt célt, hogy felszállnak erre a közlekedési eszközre, a vasútra, viszont ehhez le kell tudniuk tenni az autót a Budapest szélén, az agglomerációban.
Ezért P+R parkolókat kell kialakítania a kormánynak, ha már ezt a beruházást ennyire szeretné. Egyébként elindult ez az irányú fejlesztés, ezt látjuk, egyébként olvashatjuk, hogy különböző P+R, B+R parkolókat fognak létrehozni. Itt ezen a területen is létre kell hozni ilyen parkolókat, hogy az autós áradatot le tudja tenni az autóját, és kényelmesen fel tudjon szállni erre a közlekedési eszközre. Még 2019. novemberében szavazta meg Újbuda önkormányzata azt a kezdeményezést, vagy azt a javaslatot, hogy a Hamzsabégi sétányt a kiemelt beruházási területből átminősítse a kormány, illetve a főváros. Hol tart most ez az ügy? Ugye ott közlekedési területté van nyilvánítva az maga a Hamzsabégi út és a Hamzsabégi sétány is. Ugye itt ez már 2015-ben egyébként egy integrált településfejlesztési stratégiában megjelent, hogy itt egy harmadik vágány fejlesztése szükséges. Tehát ezt már akkor tudták egyébként a városvezetői, le is írták, és benne is van ebben az anyagban, és akkor ott is már közlekedési területként szerepel a Hamzsabégi sétány. Akkor ők már kezdeményezhették volna a zöldövezetté való nyilvánítást, hogy ezt nem tették meg. Mi miután 2019-ben szavaztunk erről, a képviselőtestület megszavazta ezt, ezt elküldtük a fővárosnak, de ugye azt tudni kell, hogy ez törvénymódosítás után lehetséges ez az átminősítés. Itt most várjuk egyébként, hogy akár Simicskó István Újbuda megválasztott Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője beadja ezt a törvénymódosítást. Még a tudomásunk szerint ez nem történt meg, tehát mi akkor tudunk bármit is lépni, bármit is tenni, ha a törvénymódosítás megtörténik. Addig pedig várunk az országgyűlésre, és mondjuk Simicskó Istvánra, hogy ezt megtegye és segítse az újbudaiakat. Egyébként, hogyha ez megtörténik majd, az miért jó nekünk, újbudaiaknak? Mert egy zöld felületünk lesz, tehát nem egy közlekedési területnek besorolt, hiába most ott fák vannak, gyalogosok közlekednek, kismamák, biciklisek vannak ott egymás mellett, és sétálnak a jó levegőn, de azért ott akkor is közlekedési terület, tehát valamikor ott utat szerettek volna, közvetlen kapcsolatot ugye az M7-es irányába, ez akkor egy védelmet ad, hiszen akkor ott már az a zöldövezet, ott azért fokozottabban kell figyelni erre a területre, és mindenki úgy érzi, jobban érzi majd magát, hogy az ott tényleg védelem, ő is védheti a saját területét. Ezek tehát a tervek, de az igazi eredmény az most történt meg, a látványos eredmény mi is ez? Háromoldalú együttműködési megállapodást írt alá Újbuda önkormányzata, a BFK és a NIF. Épp azon, hogy rögzítsük, hogy ki mit vállal, és mik azok a feltételek, és mik azok a vállalások, azok, amikért mi harcoltunk, és amit szerettünk volna megvalósítani az újbudaiak érdekében. Ezek után ugye a nagy építkezés most már még nem fog elindulni. Tehát ahogy mi látjuk és halljuk, ez a 23-24-es időszakban fog elindulni ez a beruházás. Itt most igazából a tervezés szakasza következik. A környezetrendezés tervezése fog megtörténni, amit majd a lakosság is fog érzékelni, hiszen többször meg fogjuk őket keresni, hogy lássák, hogy merre halad maga a tervezés. Most ez zajlik, amit még lehet látni, hogy ennek a projektnek a keretében, de tőlünk függetlenül zajlik a vasúti híd építése a Dunán. Ezt azért látni lehetett is, hogy beemelnek különböző elemeket. Tehát az zajlik, de ez tőlünk függetlenül. Tehát most igazából ezt lehet érezni majd a lakosságnak, nem a konkrét építkezést. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.